Üdvözlet mindenkinek! Most nem kihagynák a kvalifikációt, hiszen nagyon nagy reményeket nem fűzök a játékhoz, és az amerikai pályán kezdünk Heifelddel, ami a kedvencem. Na, kezdődjön a játék! Csak az a baj, hogy elfelejtetted! Mit? A pályát, ahogy a magyart is elfelejtetted. Még annyit, hogy az előző videónkban, mint láthatták, Barrichellóval voltam, és remekül elszúrtam. Azon kívül, hogy a 22-re felhoztam a 15-re, gyorsan kitört a kerekem, mivel nem volt a gumi üzemi hőmérsékleten, így nem fogott megfelelően. Eltemes 97-nél a szó. Mivel béna vagy, ebből nagyon látszik, hogy ki az, aki többet játszott Forma 1-en. De rajtad látszik, hogy nagyon keveset játszottál Forma 1-en. És most kezdődik a verseny, piros, a gáz maximumon, tehát piros, 22. helyről piros, és zöld, elindultak, vagyis semmi, vagyis elindult. Most mindjárt elmagyarázom, mi történik, csak szeretnék el túlélni, utálom a rajtot mindig, mert itt szokott lenni a legtöbb baleset, köszönöm. Most tehát, azt történik, hogy Rajki megy előre, és már is elveszte, és megállt a mezőny! A mezőny megállt! Schumacher kiesett, vagy Schumacher. Hoppá, gumik mindenütt. Wow! Helyből felugrottak 5. helyre. Azt! Jó, 16. helyre ugrott fel, a 15. meg a 14. elő van. Nézzük csak, Heifeld a 16., Barrichello a 15., Luigi, szerintem Luigi. Gábor meg folyamatosan kimegy a pályáról, hát mekkora már? Nos tehát, hátam mögött kettő, szerintem Honda, nem Honda lesz az, a Sauber látható, vagyis pontosan nem emlékszem, mondom, hogy már régen játszottam. Akkor még a rajtnál megnyomtam a select gombot, melyel azt hiszem a motornak a problémái jöttek elő. Így egyből a quick race-nél ugye így, mivel nem lehet beállítani, hogy mikor legyen a kiállása a pitbe, így most egyből ki fogok állni, mert mint magyaráztam az előzőknél is, elsőként kiállni a pitbe a legegyszerűbb, mert innen nagyobb az esély. Na most, mint láthatják, most egy NASCAR pályán vagyunk ez a része, most a pitbe próbálok betalálni. De úgy látom nem várnak, ami eléggé gáz. De most már várnak, újra megnyitom a szelektet. Hát látták, megjelent a kék csík, mely jelezte. Most pedig nagyon fontos, én irányítom a box mozdulatait. Először háromszög X-el kezdünk, majd utána jön az a mutató és középső ujjak, majd utána újra a háromszög X és a négyzet. És nem várták, átment a boxon úgy, hogy nem várták. Hát ez mekkora... Esküszöm, ez a Forma 1-es játék, ez vicces. És neki megy a falnak, na most már várják a boxban. Ezzel nincs probléma, ugyanis uraljuk a helyzetet. Ez volt a Forma 1, megpróbálok még egyet, a találkozó után esetleg. De szerintem jól sikerült, mint látják, kapásból 12-en fejezték be a versenyt, ami azt jelenti elég jól. Megpróbálok egy vicces szituációt, amikor Monte Carlo-ba bekapcsoljuk az erős esőt, úgy milyen helyzetek, szituációk alakulnak ki. A következő műsor tehát Monte Carlo, vizes pálya, masszával.